Kassáról indult, és Sárospatak volt a végállomása annak a teljesítménytúrának, amelyel Szent Erzsébet előtt tisztelegtek a résztvevők. A több mint 102 kilométeres táv 2850 méterrel volt fűszerezve, mondta a főszervező. 36-an Kassáról, a Szent Erzsébet zarándok úton, és ide érkeztünk meg ma hajnalban, illetve ma reggel 11 óráig kell beérkezni a többieknek a Sárospataki Szent Erzsébet házhoz. Ez a túra, ez Szent Erzsébet tiszteletére lett rendezve, egy teljesítménytúra, 102 kilométer a túrának a hossza, és a magyar teljesítménytúrázóknak a krémje vesz ezen a túrán részt, azok az emberek, akik már az elmúlt időszakban, vagy akár ebben az évben már több ezer kilométer gyalogolt. Árpádházi szentek tiszteletére már eddig is voltak teljesítménytúrák, úgy mint Szent István 50, Szent Margit nyomában, vagy a Szent László 25. A legújabb történelmi túra pedig vélhetően folytatása talál Árpádházi Szent Erzsébet emlékelő tisztelegve. Ugyanúgy, mint ahogy a Pilisben és a Börzsön van a Pálos 70 teljesítménytúra, itt is az lenne jó, ha lenne egy teljesítménytúra része a túrának, és lenne egy zarándoklat együtt, és valószínűleg majd azt szeretnénk, hogy jövő évben pünköskor megpróbáljuk hogy összehozni, hogy az itteni zarándokra hozzáépítenénk a mi teljesítménytúránkat. Több mint két évtizedes teljesítménytúrázó múlttal rendelkezik Máté, egész jól ismeri térségünket, sokat jár erre. Izgalmasnak találta a versenyt. Voltak benne új szakaszok, amiket még korábban nem jártam. Azon belül is leginkább a szlovák rész, tehát hogy Kassát elhagytuk és közeledtünk a határ felé. Ami különös meglepetés volt számomra, hogy így északról láttuk a milic tömbjét. Igazából így nem nagyon szokás, az ember inkább dél felül, ahogy a hegyköz irányából közelít, ugye a Füzéri vár tömbjével és hátul a milicsel, úgy van az ember szemében leginkább. Máté egyébként 18 óra alatt teljesítette a túrát. A 102,5 kilométeres távot Nyakas Gábor és Oszacki Géza teljesítették a leggyorsabban 14 óra 15 perc alatt. A Kassa és Sárospatak közötti táv nem csak a hosszúsága és a terep adottsága miatt volt nehéz, 6-7 órát az éjszakai sötétben teljesítettek a résztvevők, hogy minél jobb eredménnyel zárják az első Szent Erzsébet teljesítménytúrát.